Szép estét kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit a képernyők előtt. Stúdiónk mai vendége Molnár Etele, alpolgármester úr. Köszönjük szépen, alpolgármester úr. Beszélgethetünk, folytathatjuk a múlt héten berekesztett eszmecserénket. És itt a dolgok legelején egy nagyon friss adóhatósági tájékoztatás, ezt a következő napokban is többször fogom említeni, illetve idézni. Adóhatósági tájékoztatás mikro, kis és középvállalkozások részére a már megküldött adószámla kivonaton szereplő helyi iparűzési adó összegének a felét kell fizetnie 2021. március 16-ig azoknak a vállalkozásoknak, akik a NAV felé már nyilatkoztak, hogy mikro, kis és középvállalkozásnak minősülnek. Szarvasváros önkormányzata, adóhatósága adta ki ezt a felhívást. És akkor mi pedig... Mi pedig szeretettel köszöntöm a szóban forgó mai nézőit, és bele is kezdünk, ugye, mint a híradásokból tudjuk, meg már szinte ez minden héten, ez a legfőbb programelem, a COVID járványtájékoztató. Ja, hát tudjuk, hogy élénkül. Hát erősödik sajnos, a fertőzöttek száma, erősödik az infekció, úgyhogy arra kérünk mindenkit így egyúttal, hogy tegye meg azt, hogy elmegy és felveszi az oltást, hogyha még nem, akkor regisztráljon a megfelelő oldalakon. Az biztos, hogy a veszély az nem ült el. És nagyon figyelmeztető, hogy most már egyre ifjabb korosztályokat is érint. Ez az elrettentő benne. Igen. Fokozódik, tehát élénkül városunkban is. Jól látszik, a mai napi adat szerint növekedett a gyanús esetek száma, és ezzel együtt a fertőzötteké is. 72 alkalommal kértek mintavételt, ebből már 32 bizonyítottan pozitív. Sokaknak még nincs meg az eredménye, de hamarosan az is megérkezik. Igen. Nőtt a betegek száma, 10 szarvasi beteg, aki kórházi ellátásra szorul, ők is pillanatnyilag intézményi ápolásban vannak, és ketten hunytak el az elmúlt egy hétben ebben a kórban. Jobbulást a kórházban ápoltaknak és mindenkinek, és fogadják részvétünket a gyászoló családok. Örömteli ebben az, hogy a házi orvos gyermekek is, gyermekházi orvosok is megadták a tájékoztatást. 9 mintavétel történt, egyetlen egy sem lett pozitív. Hál' Istennek. A házi orvosok arra kérnek mindenkit, hogy ha nem regisztráltak, tegyék meg, és jelentkezzenek az oltásokra, és ha egy mód van rá, ami szerepelnek abban a listában, és egy mód van rá, akkor ne válogassanak, és menjenek, kérjék, vegyék fel azt az oltást, ami van most jelen pillanatban a házi orvosoknál. Folyamatosan érkeznek a listák, és a regisztráltak neveivel és tajszámaival szerepelnek rajta. A házi orvosoknál az asszisztensek körében telefonos értesítés folyik, ők telefonon megkeresik azokat, akik a listán szerepelnek, és időpontot egyeztetnek. Kérjük, hogy mindenki időpontra érkezzen, nem kell korábban, az időpontra érjen oda, mert ha minden jól halad, akkor nincsenek tumultuzós jelenetek a várótermekben, úgyhogy mindenki vegye fel, mert elsődleges az átoltottság, és lehetnek azért hordozók is, akik tünetmentesek és átadhatják, fertőzhetnek. Éppen ezért fontos, hogy vegyük fel minél többen az oltást, menjünk és oltakozzunk. A házi karantén jelen pillanatban 17 ingatlanon van városunkban. Igen. Itt van, ami azért már megszűnik a hónap elejével, de még azért ez csekély egy 4 ingatlanba. Most már nem kapjuk meg, hogy hány fő van pontosan karanténba, de az ingatlanokra azokat megkapjuk, tehát arról az önkormányzat tud. Igen. Polgármester úr, éppen azért, hogy élénkül újra a
vírus, és a vírus helyzet fokozódik. Kiadta újra megerősítésként újabb a régi felhívását a maszkviselés szabályairól. Ugye itt emlékeztetőképpen bölcsödék, óvodák, iskolák bizony területén és a 50 méteres körzetben azok parkolóiba maszkhasználat, piac teljes területén, üzletek, gyógyszertárak és közellátást biztosító intézményekben, szintén parkolóiban és azok 50 méteres körzetében maszkhasználat kötelező. A szociális és egészségügyi épületekben ott is szintén kötelező a maszk használat, és ezeknek szintén 50 méteres körzetében, és a buszmegállókban is kérem, hogy használják a maszkot. Elsődleges vonal, ugye azért azt tudjuk, hogy a 10 legfertőzőbb forrás a 10 ujjunk. És ha rajtunk van a maszk, akkor nem visszük a kilincsen, az előzőekben megfogott kilincsről, vagy a bevásárlókosáról, vagy éppen a bankautomat, a nyomógombjairól nem visszük be a fertőzést. Nem olyan mértékű a fertőzés, úgyhogy kérem szépen, hogy használják a maszkot. De azért ezt látjuk a városban, mert a múlt heti beszámolómban is volt, és a mostaniban is megemlítem a közterületfelügyelőket, akik ezt ellenőrzik, ők azt mondják, hogy azért szóbeli figyelmeztetése, de mindenki igen, használja a maszkot, túlnyomó részt, azért szabálykövetőek vagyunk. Igen, hozzáteszem, hogy a kézfertőtlenítő az is szintén nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos, erre nem szeretném túlragozni, de mindenkor még jóval a vakcinák megjelenése előtt fölhívták az orvosok a figyelmet országosan reggeltől estig, de azért újból vegyük ezt figyelembe, és ne felejtsük el, hogy a kézfertőtlenítés az minden időben véd. És a maszk használat. És ez a kettő, ez így van. Így van. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium megkeresése alapján Szarvasvárs önkormányzata felmérte az önkormányzati munkavállalók számát, akik a lakossággal közvetlen kapcsolatba kerülnek munkájuk során, és azt, hogy közülük hányan igénylik, hogy védőoltásban részesüljenek. A felmérés eredményét egy táblázatban továbbítottuk dr. Takács Árpád kormány megbízott úr részére. Itt 250 fő szerepel ebben a felmérésben. Ez az önkormányzattól Comép, Gyógytermál Kft., Család, Gyermekjóléti Központ, Szociális Intézmény tanyagondnokok. Igen. Itt szerepel benne mindenki, és ez egy 150 főt mutat, akik hajlandók oltatni, akik úgy nyilatkoztak, hogy felveszik az oltást. Ehhez kapcsolódik az, hogy a múlt héten említettem, polgármester úr kérte azoknak, hogy azoknak a táblázatos felsorolását, hogy hétről hétre, hogy intézményeinkben milyen az oltottság. Igen. A Szociális Gyermekjóléti Intézménynél a legjobb, erről már adok tájékoztatást, 26,7%, a többi helyen is. Azért 4,5%, 8,7%, de a Cernius Teátrumnál 9,3% az összoltottságunk a intézményeinkre vetítve. Az nagyon is fontos, és arról értesülhettek a nézők, hogy már előadások nincsenek a színház esetében, de a próbák, tehát összezárt térben folynak, és ott is azért a távolságtartás, meg egyéb dolgok, a kézfertőtlenítés is megvannak, de a legfontosabb ott is, hogy az oltottságot elérjék a próbára, vagy az előadásokra készülők, igen, és így biztonsággal meg lehessen, ha szabadulunk, akkor biztonsággal meg lehessen csinálni az előadásokat. Igen. Előttem van egy statisztika, ami a 19-es és 20-as év születés és halálozások számát mutatja. 19-ben a születések száma 122 volt, míg 2020-ban 112. Hát itt egy kis csökkenés mutatkozik, de igazából ez nem számottevő.
A halálozások számánál 1964 szarvasi lakos hunyt el, míg 2020-ban 288. Sajnos már a fertőzések. Igen, és az a, azért a születések száma jól látszik, hogy azért az a 120-as nagyságrend az inkább a 100-hoz közelít, mint a 200-hoz. Igen. Tehát azért látszik, hogy egy kicsit csökken. Igen. A népességünk. Így kérek mindenkit, itt most újra kérek mindenkit, hogy a maszkot használja, a kézfertőtlenítés és az oltóanyagokat vegyék fel, mert ne hallgassanak senki másra, próbáljanak józan paraszti ésszel, józan döntést hozni azzal, hogy elmennek, felveszik az oltóanyagot, ami rendelkezésre áll, folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, a listák is folyamatosan frissülnek a házi orvosoknál, és ők is mindent megtesznek azért, hogy városunkban az átoltottság meglegyen. Igen. Egyébként, ha nem is rohamosan, de ez megfigyelhető, és ez azért ilyen szempontból biztató, hogy a védőoltások felvétele iránti hajlandóság az országos szinten emelkedik. Hál' Istennek így van. Sőt, hát a híradások beszámoltak arról, hogy megyénk egyik legkisebb lélekszámú települése, nem ők a legkisebbek, de majdnem a legkisebbek a Magyar Dombegyházán 100%-os az átoltottság. Igen. És ezt a falu meg is kívánja ünnepelni majd békeidőben. Legyen úgy. De kérünk még egyszer mindenkit, hogy menjen, vegye fel, és próbálja meg saját maga, saját magának a legjobb döntést meghozni azzal, hogy elmegy és felveszi azt az oltást. Higgyék el, megteltek a sürgősségi osztályok, és ez az első lépés azért, hogy a maszk után kézfertőtlenítés, maszk kézfertőtlenítés után az oltóanyag, hogy itt van, és rendelkezésre áll. Hál' Istennek még nincs belőle olyan mértékű hiány, hogy abszolút problémát nincs. Okozna az oltás ütemezése és maga az oltás is, úgyhogy kérjük, hogy és ugye a külügyminiszter úr mindent megtesz, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű oltóanyag, ezt látjuk a napi hírekben is, de kérem, hogy tegyék meg, menjenek el és vegyék fel az oltást. Van-e még a Covid-dal kapcsolatban? Covid-dal kapcsolatban nincs, ezt nem kívánom, ezt elegendő, ennyi szerintem a emlékeztetőt is elmondtam, úgyhogy nem igen, kívánom. Igen. A múlt havi határozati anyagokból kimaradt, és azt még szeretném önökkel, látják, itt vannak előttem elég szép terjedelmes anyag, de ami a legfontosabb, ugye a múlt héten megemlítettem, hogy módosítottuk a ingatlan bérbeadási rendeletünket. Ehhez kapcsolódik az, ami határidőben, ugye 2021. március hó 5 napjának 10 órájáig kell leadni pályázatot, vagy lehet leadni pályázatot a Dr. Melich János utca 1 A lépcsőház, 4. emelet 13-as, 81 négyzetméter alapterületű, 3 szobás, komfortos, gázfűtéses lakásra. A másik pedig a Bózapál sétány 2B/1, 33 négyzetméter szoba, komfortos, villanykályhás lakásra. Ezt lezárt borítékban kell leadni, ugye ezt a előbb említett időpontot, és pályázaton meghirdetett 2 darab piaci alapú bérlakás bérbevételére felirattal kell pénzügyi és gazdasági osztályhoz kell benyújtani. Igen. Ezt azért tartottam fontosnak, mert ugye ahogy módosítva lett, így ezre is lehetőség nyílt, hogy ezt megtegyük. Továbbá van egy, az március 1-én lejárt, azoknak majd most lesz a bontása, ugye a Szentesi út 11 szám C3-as számú lakás bérbeadása, az a Hazavár program keretén belül, ott megüregsedett egy lakás, azt elsőjével március 1-ig nyilvános pályázat útján hirdettük, őnek majd lesz ezeknek lesz a
bontása. Azon kívül kért még a pályázat útján szintén Alföld 20 ZRT kért Muzsak András vezérigazgató úrt az inkubátorházban helységet, ami 5 évre fogjuk bérbeadni a 167,548 négyzetméter alapterületű ingatlant. És még van egy, amit még azt már is mondom. Igen, itt van előttem a február 5-i döntésekhez. A Tesedik Sámuel Múzeum Szárazmalom Városi Könyvtár tulajdonát képező gépjármű értékesítése. Ez a Toyota N2 Hilux értékesítése, igen, ami, igen. Amit a pályázat útján március 31-10 órájáig kell a zárt borítékban pályázatta a Toyota Hilux gépjármű megvásárlására a gazdasági osztályhoz szintén leadni. Ennek pályázatban minimum eladási ár 2.667.000 forint. A gépjármű ugye az M44-es útépítéshez kapcsoló régészeti feltárás kapcsán volt szükséges, két Toyota, de most már munkák befejeződtek, és így a későbbi feltárásokban való részvétel is már elegendő egy járművel, úgyhogy ezért került. Ezt elkészítették a Békés Csabán, jól látom, elkészítették igen, Békés Csabán elkészítették a műszaki állapot felmérő adatlapot, és ez alapján adtak ők is rá egy ajánlatot. Ehhez képest mi azért egy piaci árat próbáltunk meghatározni, és ennek a műszakia érvényes 2023. február 13-áig ennek a gépjárműnek. Feladatellátáshoz. Ezeket már említettem. Igen. A papírárú beszerzést, meg a gépi földmunkát a múzeumnál azt már megbeszéltük, és vannak ugye a lejárt határidejű döntések. Itt több van, ami kézilabda klub kérelmére az ott a támogatásról szóló megállapodás elkészült aláírásra került, sütőolaj begyűjtést azt említettem, igen, múlt héten ott is megtörtént. A KBC-ről arról, igen, szerződés módosítását azt is aláírtuk, az is online formában, de megtörtént. A szavazat leadása a mi volt még, amit említettünk. A média szerződések megkötése, ja, igen, ugye, az hát is megtörtént, már, az is mennek, aláírásra kerültek. Szerződés a integrállal, amit múlt héten is beszéltünk, van, említettem. Köznevelési szerződés az evangélikus egyházzal, igen, ott is aláírva, továbbítva az egyház felé. Hát itt még van a költségvetés első fordulója, ugye lezárult, már a második is megvolt, és ma jön most a, de mivel nem tudjuk a közmeghallgatást, így fent van a honlapon, és ott megtekinthető, és ott meg lehet tenni az észrevételeket a költségvetéssel kapcsolatban. Erre való felhívás megjelent a szaros, és mindenképpen is, úgyhogy mindenki értesülhet arról, hogy hol éri el, és milyen módon teheti meg a javaslatait. Ezek meg, itt nincs is olyan, aminek nincs is, aminek megváltozott volna, vagy ne lett volna elvégezve, tehát olyat nem tartalmaz a lejárt határidejű
amit ne végeztek volna el a kollégáink és polgármester úr, vagy a szerződő partnerek és a irányító hatóságnak kapott volna valamilyen értesítést, nem is valamilyen, hanem a végleges értesítést, igen, vagy a határozatot ne kapta volna meg, vagy a szerződés pontosan került volna aláírásra. Jó, akkor mehetünk ugye még a másik, harmadik pontok itt ehhez kapcsolódóan a február hónapban lótartást is ellenőrizték a hatósági. Csak a nézők kedvére egy széljegyzet, ez eléggé alapos volt, mert 18 ingatlant érintett. 18 ingatlant érintett, 23 alkalommal végeztek ellenőrzést a közterületfelügyelők és a hatósági osztály részéről. Két lovat foglaltak le, több alkalommal pedig közigazgatási bírság kiszabása történt meg. Kötelezték a lótartót a megszüntetésre. Hát azért ez úgy néz ki, hogy vannak, ahol ezek visszatérő ingatlanok. És vannak, hál' Istennek, ahol a rend rendezett, így van. Van, ahol megszüntették, de van, ahol a bírság kiszabása újra megtörtént, és van két darab ló. Itt a bírság kiszabása már korábban megtörtént, és végrehajtó bíróság végrehajtó segítségével méntelepre szállították az állatokat. Igen, sőt, van egy nagyon pozitív példa, az egyik ingatlan esetében folyhat a lótartás, de az tényleg a jogszabály adta körülmények között, tehát a tisztaságot tartja. Tisztaságot, hát bár ez a jó példa, ez legyen ragadós és terjedjen. A komé beszámolója is megérkezett a polgármesteri hivatalba, önkormányzathoz. A legfontosabb benne az, hogy a Komép Kft. Szarvasipartelep utca 2 szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, fejlesztése, pályázatfinanszírozásához megérkezett a tájékoztatás. Itt az elszámolás megtörtént. 4 időszaki elszámolás volt, itt az igényelt támogatás a legutolsó, az 21. január 11-én 2.700.000 forint értékben is megtörtént, és 36 millió forintból újulhatott meg az energetikai, vagy valósulhatott meg az energetikai fejlesztése az ipartelep útnak. A napi jelentésekben, hát ugye a járdajavítás mellett a kórházdülő járdajavítása, igazítása mellett ugye az út kátyúzása, gajazás és a kertészeti munkák folynak. Ennek most itt az ideje, és ezt a Komép ezt elvégzi. Egyre több utcán így van láthatjuk a gajazási munkálatokat. Itt a főtéren takarítani, két nyári ágyár gyomlálása volt még, amit elvégeztek. Igen. Elkészült, a Szarvasváros önkormányzata elkészítette a energiahatékonyságról szóló energiamegtakarítási intézkedési tervét. Kécske Imre energetikus úr elkészítette az 5 évre szólót. Ezt az 5 évre szóló előző évről való beszámolókat is. Ugye ez minden ingatlanunkat érinti, és itt van, ami ugye már napelem toppos pályázat keretében napelemes kiserőmű telepítése szerepel benne, és távfűtést termállal váltja ki, ugye például a polgármesteri hivatalnál. Igen. Itt a jelentésben szerepel az, hogy ugye megbecsült értékek vannak. A megvalósulása ugye 2020. januártól júniusig időszakban történt ezeknek. Van, ami már korábban lezárult, az igaz, de azért vannak olyanok, ahol még teljes adat nincs, de jelentős javulás várható már.
a darab év miatt még nincs teljes adat, igen, de van, ahol már Szarvasváros óvodájánál például, ott jelentős kilovattóra csökkenés, tehát a 5500-hoz képest most, amit elfogyasztott, mínusz 9293 kilovattóra, ugye ezzel a megvalósított napelemes kiserőmű telepítésével. Igen, hát ez már nagyon előremutató adat. Jó mutatók vannak benne, és a, ugye hogy a termál és a napelemes erőművek kialakításával csökkennek így az energiák. Már máshol is van, ahol látszik nagyon jól, ahol 15.000-ről 14.000-re csökkent. Tehát ez mind arra mutat előre, hogy van, ahol 20%, van, ahol azért a darab év miatt nem megállapítható még, de csökkenő tendenciát mutat a energiának a felhasználása, és így az épület hatékonysága, épület energetikai hatékonysága is jobb. Mivel az anyag terjedelmes, ezért az a honlapunkon, Szarvasváros honlapján lett közzétéve, ott elérhető mindenki számára. Elmondható, hogy 17 évi törvény előírás, miszerint 5 év alatt csökkenteni kell 5%-kal a közintézmények energiafelhasználási szintjét, bőven túl teljesítettük, hiszen 20% majd minden intézményünknél 20% vagy 20% feletti ez a mutató. Köszönhetően annak, hogy törekszünk az energiatakarékos megoldásokra, napelemekkel látjuk el intézményeinket, és igen, a termálrendszert bővítjük, rákapcsoljuk őket, és a dolgozók is törekszenek az energiatakarékosságra. Ugye tájékoztatjuk őket, vagy kérjük, hogy azért a villanyt oltsák le, ne égjen fölöslegesen, ne annyi égjen, vagy ne az utcát fűtsük, ajtókat csukjuk, ablakokat, meg hát azért a legtöbb helyen már a nyílászárók is le lettek cserélve, úgyhogy ez is hozzájárul a energiahatékonysághoz, igen, és a takarékossághoz. Igen, de ez egy komoly előrelépés, hogy százalékában. Igen, igen, tehát 5%, ugye, és mi meg azért a 20%, vagy 20% nagyon feled komoly vagyunk, tehát ez nagyon jó. Mi lesz a következő? Múlt héten beszéltünk, és tájékoztatást adtam arról, hogy meg már az előző héten is, hogy a 21-27-es fejlesztési ciklushoz érkeznek a képviselőtársaimtól a bekért járda és út felújítási javaslatok, vagy a fejlesztési gondolatok. Igen. Annak, akik már több területen is észrevételt vagy javaslatot tettek, és a víziturizmus fejlesztésére, Samu Tamás képviselő úr víziturizmus fejlesztésére, kikit büfé, kemping és kerékpár kölcsönzés, és nagyobb összefogás keretében, amennyiben erre van fogadókészség, a Felső-Tiszavidék, Dunakanyarhoz szeretné hasonlítani a fejlesztési terveinket. Ez, hát itt járt ezzel kapcsolatban, úgyhogy képviselő úr elismerte, hogy hát ez piaci rész. Pontosan, tehát itt ez a önkormányzat hatáskörén kívül esik. Kacsatói környékének fejlesztése, ugye az benne van a továbbított megyei önkormányzat felé továbbított 50 pontos anyagunkba, úgyhogy történelmi emlékutat helyreállít, történelmi emlékut helyreállítása. Ez folyamatban van, most már tevékenykedik. Nyitás, zárás, meg egyebek függvénye, hogy lehet. Mert már ugye a szobrászművész urat nem lehet megkerülni, és rávárunk, de már megvan az ígéret, már a
szállító szemét, illetve kocsit is tudjuk napra, órára biztosítani, csak ráérjen, illetve meg lehessen mozdulni, így van. Ne legyen vele gond. Egyébként megnyugtatásképpen elmondom, hogy akkor sem lehetséges, hogyha, vagy nem lesz belőle gond, hogyha véletlenül egy-két héttel csúszna a művész úr megjelenése, mert akkor automatikusan szólunk. Így van. De azt abban a pillanatban híreljük. Pontosan. Beszéltünk is már erről korábban is, hogy ennek a történelmi emlékútnak a felújítása, de ez is szerepel azért egy a projekthez kapcsoltan. Ami ott erre hozzátartozik az egész. Igen, tehát ezek... És egy szennyvíz elvezetést, ott hát ugye az... Időközben már a képviselő elmondta azt is, hogy már rendeződött. Tehát választ kapott Megkapta a választ. Hát érkeznek, ugye más kollégák, vagy más képviselőtársaimtól is érkeznek be, a többiek is küldik az anyagaikat be. Itt a Hunyadi utca, Sinkovics Krisztiántól, Balcsi Zsilinszky utca, ugye, de ők is azért tájékoztatva lettek, és a polgármester úr, én is kértem őket, hogy először az utcában szervezzék meg azokat, akik hajlandók részt vállalni. Hát igen, mert az a sokat említett 25% az 25%. Így van, és először gyűjtsük össze, szedjék össze a hajlandósággal rendelkezők, nyilatkozzanak arról, hogy ők befizetik, hajlandóak befizetni, és vállalják a 25% megfizetését. Az önkormányzat pedig, ahogy erejéhez mérten, ahogy lehet, a 75%-ot megpróbálja biztosítani, hogy az út felújítások, vagy az útépítések megvalósulhassanak. Igen. Hogy ez a másik pedig, ugye... Itt megállhatunk egy kicsit, hogy föltételezem, vagy úgy tűnik, hogy a beérkezett javaslatok nagyon nagy része, és ez jó azért, hogy van affinitása a lakosság részéről az útépítések irányába. Tehát nagy része a javaslatoknak érinti ezt a témát. Így van. Ez szinte mindenkinél, tehát ez most legyen belterület, mindenhol. Ugye azért városunkban még vannak olyan utcák, amik nem szilárd burkolatúak, kihordottak, igen, vagy részben kihordottak. Ott is az a nagyon nagy gond azért, hogy amit láttunk az egyik panasz vizsgálatánál is, hogy a mentő elakadt, ott is az a gond, vagy vannak olyan helyek, ahol az a gond, hogy az ott lakók sem fogják meg a lapátot. Tehát meg lehet azt fogni, mert azért mindenkinek van azért annyi ideje, hogy a vizet a csapadék vízelvezető aknába levezesse. Arrébb, ha feltaposták a patkát, akkor azt egy kicsit megpiszkálom, lefolyik a víz, és nem az út alapázik, hanem a mellette lévő árokba lefolyik a víz, és akkor nem lesznek olyan anomáliák, hogy a mentő nem tud megfordulni. Igen. Igen. Hát ezt, ha mindenki rendbe tartja, mindenki egy kicsit rendezi, tesz is azért, hogy a környezete rendben legyen. Az nagyon sokat jelent. Hát az rengeteget sok számít. Higgyék el, az rengeteget számít. Igen. Így van. Mihály Marian, a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. Ügyvezetője megkapta a fürdőfejlesztési munkacsoport létrehozására a polgármester úrtól a levelet. Az érintettekkel felveszi a kapcsolatot, ahogy Csanádi képviselő úr is, a pénzügyi bizottság vezetője. Elmondta ő már ezt szóval, polgármester úrtól ezt a feladatot megkapta. Most Marian is meg fogja keresni, és fel fog állni ez a bizottság. Igen. Úgyhogy ez, vagyis a munkacsoport, fel fog állni ez a munkacsoport, és elkezdik a munkát. Ugye ez egy nagy beruházás, nagy fejlesztési lépés lenne itt a belvárosban. És ugye most a tanulmánytervel elkészítésére már megalakul ez a munkacsoport, és már az is, hogy mint lesz már nekik ebben tájékoztatás, már megadta a polgármester úr már. Igen. A másik, ami még, hogy érkezett egy megkeresés, ami szintén úttal kapcsolatos,
Itt a pályázati kérelmet juttak alá három cég, a Melegris, Türkiex és a Galiex Kft. Igen. Ügyvezetői írtak alá egy kérelmet, egy pályázati kérelmet, amelyben a Szarvas Gyomaendrőt közötti található 0371-es önkormányzati külterületi út, mely nem csak a fenti cégek, hanem 10 vállalkozás telepeinek napi szintű megközelítést is jelenti, minimum 100 munkahelyet biztosítva a környékben lakosoknak. Ők a Mezőtúr város tulajdonban lévő út mellett találhatók. Ők a Mezőtúri Szarvas út évről évre egyre rosszabb állapotban van, ami már nem csak napi bejárás, de a törzstelepekre történő tojásszállítást, valamint a napos pulyka törzsállomány elszállítását is megnehezíti. Egyeztettek az utakat használó vállalkozókkal, amennyiben az önkormányzat társul a Mezőtúrral pályáz, akkor ezek utak felújításához a támogatási intenzitáson felül önerőt biztosítanának a sikeres megvalósításához. Hát ez egy 25% szintén, amíg ők, igen, ugye, igen. Mert itt igény, úgy néz ki, hogy ebben a támogatásban vissza nem térítendő támogatási intenzitása 85-95%-ra várható. Hát bízunk benne, hogy ez példaértékű, és hát példaértékként ez az önkormányzatok és a vállalkozások összefogásával létre is jön, de örömteli azért, hogy így ezek a vállalkozók és ezek a cégek megmozdulnak és mindent megtesznek azért, hogy sikeresen tudjunk pályázni és pontosan javuljon ott az élet minősége. Ez egy nagyon szép hozzáállás valóban. Na, február hónapban kaptunk egy levelet, hogy a Szarvasas önkormányzatot 2016. május 26. napján vagyonkezelési szerződést írt alá a Nemzeti Földügyi Központtal. Itt a magyar állam tulajdonában lévő földterületek átadása történt ezzel a szerződéssel. És abban szerepel, hogy a vagyonkezelő a meghatározott célra a települési közfoglalkoztatás elősegítése érdekében mezőgazdasági közfoglalkoztatási program végrehajtása céljából adja át az ingatlanokat, és vagyis a vagyonkezelő kapja meg az ingatlanokat a tulajdonostól, és kizárólag erre használhatja. Megérkezett az ellenőrzési helyszíni szemle és adatközlés utáni jegyzőkönyv. Igen, ebben, mert hozzáteszem, hogy ez még múlt év őszén, október 9-én volt így, ez a szemle, így van, de hát így ezt van, le kellett ellenőrizni az adatközléseket. Így van. És megérkezett, hogy földhasználati bejelentés megtörtént, a vagyonkezelt földtett művelőségnek megfelelően művelnek, és a vagyonkezelő az ingatlanokat meghatározott célra a települési közfoglalkoztatás elősegítése érdekében mezőgazdasági közfoglalkoztatási program végrehajtása céljából hasznosította, és ezeknek a dokumentációját is leellenőrizték, és ezek alátámasztották, hogy jól hasznosítjuk és jó gazda gondosságával végezzük ezeknek a területeknek a művelését. Szintén a múlt héten már lehet, hogy említettem, 20 darab csomag kerül kiosztásra ez a Gara Ágnestől. Igen, akik, hát ők nagyon szorgalmasak ebben, szinte havonta. Igen. Csomagokat. Itt egy program keretében, projekt keretében március hónapban fognak 20 darabot, március 9-én 11:30-kor a Békeköz 6 szám alatt fognak 0 és 3 éves korú gyermeket nevelő család
számára 20 csomagot fognak kiadni, ezt jegyző úr igazolása alapján így van. Keresik meg ezeket a családokat. Megkereste polgármesteri hivatalt, és polgármester úr válaszolt is a Cicangyal Macskamentő Egyesület Hetényi Péter elnök úr részére, hogy 2016. november 29-én a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesülettel megállapodást kötött Szarvasváros önkormányzata, melyben a önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanon a befogott kóbor állatok elhelyezéseire jogosult az egyesület. Ellátás, gondozás, és ez nem korlátozódik a kizárólag az ebekre, tehát ide egyezt kéri az elnök urat, polgármester úr, hogy egyeztessen az egyesület a kóbor, szarvasi kóbor és elveszett kutyáért állatvédő egyesület vezetőjével, és vegyék fel a kapcsolatot, és próbálják meg ezt a problémát orvosolni. És igen. Így ez biztosított számukra. A Honvédelmi Minisztériumtól kaptunk egy támogatás zárásáról egy levelet. Ugye az első világháborús hősi halottak sírjainak gondozására és fenntartására pályázati eljárás keretében került egy közös projekt megvalósítása. Így van. Itt megköszönik, lezárult 2021. februárjával, lezárult ez. A pályázat fenntartásának kötelező időszaka után is bíznak benne, hogy ezeket a helyeket rendben, első világháborús hősi halottak helyét, ezt emlékműveket, ezeket rendben tudjuk tartani, és meg is fogjuk tenni. Mert ugye egy régi hagyományt felelevenítve, és ez szintén egy jó példát szeretnék említeni, a vajdás diákok minden év halottak napján megkoszorúzzák, megnézik a sírokat, virágot visznek, természetesen a civilek is. Általában a rendbetétel óta vigyázott a minden környékben érintett a katonai parcellának a tisztaságára, sőt, hát a komép is teszi a maga dolgát ezzel kapcsolatban. Igen, amikor le kell vágni a hüvet, akkor levágják rendben időben. Itt a ezredes úr levelében szerepel is Széchenyi István szavaitól, Széchenyi Istvántól egy idézet: ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit, és kérik azt, hogy amilyen fegyelmezetten végeztük a pályázat ideje alatt a gondozását, tegyük meg ezt a jövőben is. Hát ez nyilván, amúgy ő egy kiváló szakember, Kovács Jamos ezredes úr, a hadisért gondozó úr és a hadtörténete részéről, tehát nagyon-nagyon jó az együttműködés az ő csapatával, szó szerint mondom most, hogy csapatával. Igen. És a következő az pedig az, hogy a mai nap folyamán volt egy települési önkormányzatok országos szövetsége által szervezett online szakmai konferencia, amelyben a bűnmegelőzés aspektusai településeinken egy program, online program szerepelt. Itt a legjobb önkormányzati gyakorlatokat és a segítségnyújtást és az önkormányzat, ugye, hogy a járvány alatt azért nem csak a jövedelem, hanem az emberi kapcsolatokra is milyen hatást gyakorol, milyen hatással vannak az emberek szorongással, aggodalommal tekintenek egymásra és elzárkóznak, vagy elszigetelődnek, de az önkormányzatoknak a település biztonsága, a településen élők biztonsága a legeslegfontosabb, és ez egy prioritást képez. Ezért a
jelenlegi helyzethez való igazodást és segítségnyújtást próbálták ezzel elősegíteni ezzel a konferenciával. Itt szerepelt benne, hogy mit tehetnek az önkormányzatok az áldozatok megsegítéséért. Fontos az együttműködés a polgárőrséggel, ugye az önkormányzatok számára, hát ez nem megvan, mert helységet, teret biztosítunk. Ez is egy jó gyakorlat, ahogy szoktuk mondani. És a település szervezési és tervezési eszközei, bűnmegelőzési aspektusok az építészetben, lehetőségei a megelőzésben, tehát a kamerarendszer is működik városunkban, tehát azért ez, és azt is, hogy a polgárőrség felügyeli, hozzájuk vannak ezek a kamerák bekötve, úgyhogy ez azért visszaszorítja a bűnözést. És továbbá volt még a délutáni programban egy olyan, hogy egységben az erő program, ez a helyi együttműködés a hatékony módja a közbiztonság terén. Igen. A következő, az pedig múlt héten, csütörtök pénteken volt, Városok Falvak Szövetségének belső képzése. Igen, lakitelek. Közösségi tervezés a közművelődésben. Itt a kultúra terén a közművelődési feladatok támogatása volt a fő feladat ennek a projektnek. Ez értéktárak létrehozásának kezdeményezés és támogatása, a Hungarikum klubok működtetése, minőségfejlesztés a közművelődésben, amatőr művészeti csoportok részvétele, vezetőinek képzése volt ebben a programban, és itt szakmai programokat mutattak be, például bűvös bábos program, pajta színházi programok, komatál program, hát ugye tudjuk, hogy mi volt a komatál, mi volt, ezt azt a család és baráti kötelék a komatál, ugye, hogy keresztszülők, barátok egymás között ugye a segítséget nyújtottak a családnak, gyermekágyas kismamáknak, ugye ez mindig az volt, hogyha megszületett egy gyermek, akkor mindenki a szívét, lelkét belefőzte abba az egy tál ételbe, és ezt az a kismamának átvitték, és ezzel is a fiatalasszony megbecsülését és és az elismerését biztosították. Ahogy a gyerekdal mondja, hogy komatálat hoztam, meg is aranyoztam. Igen, ez tényleg az így benne is van. Igen. Kézműves szakkörök bemutatása, művészeti együttesek bemutatása történt ezen a programon. Ezen képviselő úr részt vett, és ugye benne volt a legeslegfontosabb, hogy az elődök tisztelete, ez egy háromkötetes kiadvány szerepel. Igen, és hogy polgármester úr szokott fogalmazni, hogy nagyon nagy jelentőséggel bír az, hogy barátaink ott a főnökök, úgymond, nem csak az alapító országgyűlési alelnök úra, csak de ott van Szarvasunk két jeles barátja, az Ávogya Magdolna igazgatóasszony és egyik legfontosabb munkatársa, Hévzi Róbert úr is, tehát sokat tudnak szakmában is segíteni ezen módszerek fejlesztésében és a közösségünk fejlesztésében. Én erre a hétre és a szóban forgó mai adására ezeket az anyagokat hoztam, amikről szerettem volna, és szerettem, és meg is adtam a tájékoztatást. Remélem elég széles körül volt, átfogtunk hát, mindent. Így van, elég széles volt a apelattal. Köszönjük szépen, alpolgármester úr. Kedves nézők, köszönjük megtisztelő figyelmüket. A köz, a család, szeretteik, barátaik
és saját érdekükben is most az a tisztelet teljes kérésünk, hogy figyeljék a központi híradásokat és a nap, illetve majd még az est és a reggel vonatkozásában is, hiszen megjelennek, amikor adásba kerül a beszélgetésünk, akkor talán már meg is jelentek azon kormányzati intézkedések, amelyek újabb szigorításokat tesznek közzé, ugye, mert ahogy alpolgármester úr említette, a városi adatoknál sajnos ugye a helyzet az keményedik, az egyre komolyabb, tehát szükség van ezen intézkedésekre. Ezzel együtt nem kívántunk pánikot kelteni, csak az a lényeg, hogy mindenki fegyelmezetten tartsa be a rendet, a megszületett rendelkezéseket, és akkor a baj elkerülhető. Még egyszer köszönöm, alpolgármester úr. Én is köszönöm. További szép esti órákat kívánunk, tehát kedves nézők, holnap pedig jövünk a szokott időben. Minden jót, a holnapi viszontlátásra. Szép estét, jó éjszakát kívánok.